Üdvözlök a kedves kollégákat, ez itt a Game Day iroda, azon belül is a Super Mario Maker videósorozatunk második része. Az előző részben csak úgy elindítottuk a játékot, és hülyéskedtünk össze-vissza, de ennek a lényege az, ami a címben is benne van, hogy Maker. Tehát a Mario világon belül a különböző eszközök segítségével ilyen-olyan SMN pályákat építhetsz magadnak. És arra gondoltam, hogy milyen jó lesz, hogyha én most megpróbálok megszívatni pár pályával. Igen, úgyhogy ezt fogjuk csinálni, én alapvetően nem vagyok már annyira jó platformimban, mint régen, úgyhogy ez kifejezetten érdekes kihívás, ez az első, az El Coino című pálya. Oké. Okay. Érzed? Nagyon érzem. El Coino. Oké. Okay. Nem mondok semmit. Atya ég! Ez kicsit ilyen vezetett élmény, ahogy nézem. Ááá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 á
ez az. Ne, már a pi... Helyen a francba! Én nem fogok, nem fogok semmi. Úristen. Jó, jó. Igen. Nem! Nem! Nem bízok benned! Az Isten. De várjál, akkor... Ne! 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 Dögölj meg! Ez az! Szép. Nem fogsz ki rajta. Jó? Oké, most már tudjuk, hogy az Imre mindig hazudik. Fuck your money, ne már! Random dolgokat dobál? Nem, gombát. Nem, gombát dobál, jó van. Meg lesz. Semmi. Áh! Vissza! És ezzel most mit csinál? El Coino! Arra kell menni, amerre a coin van. Én arra nem akarok menni. Ott még van egy coin. Ne, ne vedd föl. Yeah! De azt mondanám, hogy... Ne mondj semmit, ne, én ezt megoldom, én ezt megoldom. Itt van valahol egy titkos rejtek, átjáró. Gyere ki, ezt nem lehet, ugye? Ez szuper, mert jól nem lehet. Neki tudnék ugrani, de nem akarok. Értem, yeah! Értem, de hát ez nem fair, Imre. Imre az életre tanít minket ezzel a pályával. Néha áldozatok nélkül nem lehet tovább jutni. Bitch, gyere ide! Ne, az nem, rossz költöttem ki. Ah, oké, okay, gyertek ti kretének. Ez az. Értem! Gyere! Puti van! Gyerünk! De, bazd meg! Majdnem, van idő. Lézteltem, van idő. Jó! Van idő! Ne! Miért csináltad ezt? Miért tart tovább? Azt kell követni, én látom, de itt végtelen mennyiségű ellenség van. Az egy csillag lesz? Mert akkor le kell vetnem magamat. Ez taktika, és stratégia. Oké. Tehát látom, mennyien vannak? Ezt nem gondoltad átrendesen. Én csináltam a pályát. Nem gondoltad átrendesen, Imre! Hát itt nem lehet leugrani oda, hát ott vannak emberek. Ez egy geciség, hogy a gombát a levegőbe kell elkapni. Ez egy geciség. Ez ritmusjáték. Hoppá, jó. De legalább megtanultam közben Máriózni, hát ez nem... No, para! Újra visszajöttek a régi emléket. Hát ezért nem a 64-e. És felvette még azt a coint, ami a sarkon van. És így látod, hogy a Mari így látja, hogy hullik így a vesztébe, és így bitch, gotta get my cash! Ezzel megyek le! Legyen mit adni a hajósnak. Hogy hívják azt? Tutajos? Nem, a Styx folyónak nem tutajos van. Milyen van a Styx folyónak? Tudod, aki viszi át a halottakat. Révész. Újjjj. Atyaig, mennyit építettél ezt? Ez a legnehezebb rész a pályának, már csuklóból megvan. Azaz. Gyerünk! Ez az! Gyere! Csak sikerült az Isten velnek. És még a pénzt felszettem úgy közlei, bitch! Azért az kell. Ez volt a gyakorló menet. Nagyon királyat a pályát, ezt meg kell adnom. Ez nem volt irgalmatlan nehéz, nem volt gonoszul nehéz, de hogy érdekesen használtad a játék mechanikai elemeket. Ötös alá. A következő. Az X. Ott van egy Bowser-tlen. Young Beezy nyomja, mint az állat. Pálya címe megint. X. Marks the spot. Exhibit. X.
Zubert, menj a picsába ezek. Nem jól értelmezted a címet. X. Tehát van X, és van vonal kacsacsőr. Mi? Egy X vonal kacsacsőr, az nyíl? Igen. Az nyíl, de hát most igen, de hát én látok egy dobozt, hogy kinyitom, Imre. Ez nem egy ilyen dolog, hogy én nem nyitom ki azt a dobozt. Én ezt a dobozt kinyitom. Add ide a pénzeket. Kérem a pénzt! Én ezt kinyitom, ez is ebből is lesz valami. Oh! Oké, tudom, ezzel kell átmenni, én értem. De ezzel nem lehet átjutni, ugye? De X volt a kérdőjelnél, tehát nem kellett volna fölvenni, de egy jó játékfejlesztő erre is gondolom. Basszus! Tehát, mi van akkor, hogyha valaki fölveszi? Na jó, ez az, na bocsánat, de ez nem volt egyértelmű, hogy az az öt darab izé ott az egy X. Ez az! Jó? És hogy fel lehet venni. Ne! Rossz irányba ment. Neked is arra kell menni. Az egy rossz irány, amire nekem kell menni. Nem szabad engem követni, én egy magányos parkas vagyok. Várjál még, nehogy ellenjen. Nem, most nem, én ezt megcsinálom magam. Gyere. Jó. Gyere ide! Bitches! Gyere! Ez az! Hard! Mi hard? Jó! Ez Bowser, aki itt énekel, Jézus Máriám! Wall jump. Aha, igen. Aha. Még az ellentétesége. Tudom, hát ne, azért, az még a 360 vagy mi az 64-ben is volt. Jó, ez nyíl, ezt fel lehet venni. Jó. Ah, run, bitch! Ennyi. Jó, és itt tovább kell ezt rohadunk, én nem bízok az Imrével, hogy biztos kell még valamit csinálni ez a szar a legvégén, de pont úgy már annyi időd legyen, hogy ne, Mário, szedd már össze magad, mit flipperkedsz itt, igen, ez az, menj el. Őket hívják úgy, hogy bros, ez az, köszönöm szépen ezt. Bitch, halott vagy. Bitch, én vagyok a világúra. Soon. No! Menj el! Jó. Ja! Ez nem jó. No. De úgy érzem, hogy nem kellett volna eljönni. De most le fog szúrni, ugye? Ez dramaturgiai. Run, bitch! Yeah! Hát ez már olyan szinten rutinból ment, hogy... Hát teljesen. De értem, tehát lehet üzenni, csak nem volt nekem egyértelmű, hogy a pálya üzen nekem, ez egy érdekes koncepció, ez tényleg bővíti az élményt. Jó van? Nyomjuk, Notorious az, mert kettő van. Igen. Notorious, oké, akkor nyomjuk. Nem, én megyek haza, viszlát, le se szarom. Semmi, jó? Jó? Semmi? Köszönjük az egyéletet. Vannak nyilak? No. Turbo. Miért csinálod ezt? És ez az, ami harmadjára nyilván, ami másodjára már az ember tudja és érti. De elsőre ez mindig ez a HÁ! Szeretnék játszani egy játékot. Az Imre fűrésze. Mario Makerben. Jó van. Egy élet. Egy halál. Dögöljetek halálra! Ezt így kellett volna megcsinálni? Innen kell átugrani. Aha. Ez hülye! Meg is érdemled a szörnyű... Áj! Ne! Nem akarom! Miért csinálod ezt velem? Átugrok. Jó. És akkor átugrok így. Ez lett volna szép! Így! Yes! Le se szállom! Szállj! Ennyi! Nagyon sokat építesz arra, hogy elrontom, és akkor sok részre át tudok szaladni. Ez mindenképpen tiszteletre méltó, és egy jó taktika. Jól utolsó! Ez az igazi arkád hangulat. De... Nem könnyebb. Mert ilyenkor Mário mindent tönkretesz, amihez hozzáér. Atyaik! Ha egyszer hozzád érnek, visszamész kis Márióba, szóval ez kb. Ugyanaz, mintha gomba lennél. Oké. Ha! Mindenki! Szép! 90-es, 80-as, 90-es évekbeli.
baseball sapkák és bajszok vannak. Emlékszel a régi szép időkben, Imre? Kettő évesek voltunk. Most szétverek mindent. Én vagyok Mário frusztrációja. Gyertek ide, bajszos közmunkások! Oké, nem, megcsinálom a speedrunt, Imre! Megcsinálom, ne add föl! Ne add föl! Ez nagyon-nagyon low speedrun! Oké, meg vagyunk, felugrunk, átugrunk, csak tudnám, hogy hol van ez a kötél! Jól! Az! Végeztem! Ez volt a Mario Maker, így lehet tönkretenni barátságokat! Holnap jön a kritika! Ez pedig nem jön soha többet. Szevasztok!